Közösségépítő program részesei lehettek a második dombovári Terminderbire kilátogató családok. Az Élet a Nagycsaládos Egyesület törekedett rá, hogy a 7 állomásos rendezvényen mindenki találhasson kedvére valót. Nagycsaládosok Országos Egyesülete helyi csoportjaként működött, aztán létrejöttünk, mint helyi egyesület, de továbbra is hozzátartozunk az Országos Egyesülethez. Rendszeresen programokat tartunk, és sok lehetőséget nyújtunk különféle rendezvényeken való részvételre, a családok támogatására, nyáron a gyerekeink különböző táborokban vehettek részt, és mindenféle olyan dologban segítünk, ami esetleg a szülőknek nehézséget okoz. Nyitott rendezvényeink is vannak, és vannak olyanok, ami csak az egyesületi tagoknak szól. Ez a mai Termény Derbi egy az egész városnak, sőt a környéknek meghirdetett program. Második alkalommal rendezzük meg, tavaly volt az első, és igazából ez a szüreti fesztiválok hangulatát egy kicsit új szemlélettel közelíti meg. Különféle játékos feladatokat adunk a gyerekeknek, családoknak, olyanokat, amikben őszi terméseket és betakarított terményeket kell felhasználni, minél viccesebben, hogy a gyerekek élvezzék ezt a napot, és megismerkedjenek olyan eszközökkel és terményekkel, amikre a városi életben nem feltétlenül van lehetőségük. 7 állomás van. Az első helyen kap a család egy térképet, a térképpel kell a parkot végigjárni, és a parkban különböző pontokon játékos feladatokat teljesíteni. Nálam például egy talicskatoló verseny van, nem egyszerűen csak toljuk a talicskát, hanem építünk, bontunk, célba dobunk, és akadályokon keresztül átkelünk, úgyhogy nagyon sok kacagással és munkával jár ez az állomás. Az egyesületünk tagjai szinte minden rendezvényünkön részt vesznek, és most már a városban is igyekeznek az emberek, városból is igyekeznek az emberek bekapcsolódni. Úgy látom, hogy most már nyitnak felénk. 60 tag családunk van jelenleg, de továbbra is várjuk a jelentkezőket. De nincs rá kirakva. Ja, azt akarod majd rá. Nézd. A kalandos próbatételek alkalmával nem csak a testet, de az elmét igénybevevő feladványok is vártak a családokra a délelőtt folyamán. A talicskás szalomozás mellett a rovásírás is helyet kapott a feladatok sora között. A Kovács család, akik 5 gyermekkel érkeztek, fontosnak tartják az egyesület programjait. Mindig törekszünk arra, hogy olyan programokon vegyünk részt, ahol minden korosztálynak megfelelnek a lehetőségek, és ez például egy ilyen program, ahol a kicsitől a nagyig mindenkit be tudunk vonni, és együtt tudjuk tölteni az időt. Az pedig különösen jó, hogy a szabadba lehetünk, és most még ilyen jó idő van. 5 gyerkőcünk van, 3 iskolás fiú és 2 pici kislány. Egyre inkább várják a következő és következő programot. Nagyon jól összebarátkoztak most már a többi családnak a gyermekeivel, keresik a egymás társaságát, jól tudnak együtt dolgozni, együtt játszani. A Nagycsaládosok rendezvénye alkalmával lehetőség adódott a szigeterdei lakótoronyban található téglakiállítás megtekintésére is, amely mellett szintén egy állomás várta a családokat. Az a feladat, hogy meg kell nevezni terményeket, amiket az építéshez használtak régen. Tudsz írni? Még nem. Akkor leírom helyetted. Az utolsó állomások egyikén pedig egy borospince kellékeivel találták szemben magukat a családok. Az eszközöket kell megnevezni a gyerekeknek, tudnak diót törni, kukoricából kis tornyot építeni, ott meg sorba kell rakni a borkészítés folyamatát, így a szüreteléstől a palackozásig, meg a fogyasztásig. Hát meglepő, nagyon jól, ott a 7 kép van felirattal, és sorba rakják. És az eszközök? Azokat is, igen, hát a hordót azt azért mindegyik kisgyerkőt ismeri, a préssel az a legnehezebb, de a darálót azt szívesen ki is próbálják, azt is tudják. Úgyhogy nagyon ügyesek, nem gondoltam volna, hogy ennyire menni fog nekik. A hagyományteremtő rendezvény egy tombola sorsolással zárult, ahol értékes nyeremények találtak gazdára. A Termény Derbi jövőre is várja majd az érdeklődőket Dombováron.